Milyen érdekes. De eszembe jutott, mit szerettem volna mondani, elmondhatom? Na. Hát így ír ez a színpad. Nem, mert egy rövid, de nagyon komoly gondolatot akartam mondani. Komoly gondolatom új székben. Jó, oké. Tehát kibír ez minket, vagy engem? Szóval, ahogy Cinit is hallgattam, és azon gondolkoztam, hogy persze csinálhatnánk te is, én is, akik színpadon képernyőn itt-ott megjelenünk, álszerénkedhetnénk, de nem kell. Tehát valami módon mi hatunk a külvilágra, hatunk az emberekre. És amikor én elkezdtem tévézni, én mindig civil maradtam, azt hiszem, a televíziózásban. És én voltam a kis szófogadó, a kis eminens, a kis ilyen, a kis olyan. És egyszer csak, ez persze jó pár évnek el kellett telni, míg megvilágosodtam, vagy tudatára ébredtem, hogy milyen felelősség az, hogy mi ott vagyunk. Hogy hogy öltözünk, hogy milyen frizura, hogy mit mondunk, hogy mit képviselünk. Na de komolyan, jó, szóval, és itt van a korhatártalanul program, ami ugye még nincs a listában. Igenis, én vállalom, hogy én is szemes vagyok. Vállalom, hogy középkorú nőként, meg már lassan a középkorúságon túl is, igenis vállalom azt, én szeretnék valamiféle, vagy valakik számára valamilyen követendő példa, ez már túl nagyképűen hangzik, de tehát valaki olyan lenni, akire az emberek ránéznek, akkor azt mondják, ha neki sikerült váltani, nekem is fog, ha ő meg tudja csinálni, én is meg tudom csinálni, és tehát nem tudom, hogy jól gondolom ennek. Jól gondolod, csak nekem ez fáj, mert nem tudom, hogy te találtad-e ki előbb, vagy én ezt a plusz 50-es ügyet én elvéreztem benne, megcsinálták mások, de te legalább csinálod, úgyhogy ez jó. Tényleg. Én egy makacs alföldi lány vagyok, tehát azért könnyen nem adok fel dolgokat, legfeljebb időnként, mint a kiadót is szüneteltetjük. Légy szíves, Jéri. Tudtam, hogy rám kell lassan egyszer. És kezdek el. Ja, hogy adjam át. Tedd meg, légy szíves, hogy mint egy igazi férfi. Ajaj. Ez Judit. Én nekem az jutott eszembe, amikor mondtad itt a dolgokat, hogy azért a képernyőről, mert múlik az idő, és akkor mit fognak rád mondani, nekem az jutott eszembe, hogy én szeretnék egy olyan országban élni, ahol a képernyőn meg lehet öregedni. Én szeretnék egy olyan országban élni, ahol nem szégyen az, hogy az embernek, és nem azért mondom, mert ahol az embernek nem kell szégyelni a ráncait, akkor megmutathatja akár televízión keresztül is a ráncait. Tehát tudom, hogy ez nem ez a mai világ, tudom, hogy ma sokkal pörgősebb, izgalmasabb, keményebb az élet, de egyszer csak azt gondolom, hogy eljöhet az, az idő is, amikor úgyhogy én most ezügyben átadnám. Köszönöm szépen, illat! A parfüm! Az innovációs számítási New York-i luxusmarkát a legutolsóban 2009 szavaztán női voltáról van szó, Carolina Herrerre, angolosan állítjuk a fonogramot, CH. Jól mondtam, ugye? Ez a tiéd, és aztán még beszélni fogok erről a körülről, de nem azért, ne fizettek. Egy fillért nem kaptunk érte, de örülök, hogy ajándékba ezt kaptunk. Köszönöm.